Így néz ki most a felújított népegészségügyi főosztály épülete. A Szabolcs-Szentmihályi-Bereng megyei kormányhivatal kiemelten ügyel arra, hogy a vagyonkezelésében álló épületek komfortosak legyenek és energetikailag hatékonyan működjenek. Ezért a megyében lévő 21 épületét folyamatosan újította fel. Összesen több mint 1,7 milliárd forintot nyertünk el a megyei kormányhivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak az energetikai fejlesztésére. Ez a gyakorlatban 29 épületet jelent, amelynek egy része Nyíregyházán található, egy másik része pedig a megye különböző pontjain. Az első ütem az már lezárult, ezek a beruházások megvalósultak, és most vagyunk a második ütemben, amely az utolsó 8 olyan épületünket tartalmazza, amelyet összességében egy 600 millió forint értékben meg tudunk újítani. A kormányhivatal 10 nyíregyházi épületéből legutóbb a népegészségügyi főosztály újult meg. Az energetikai beruházás 126 millió forintból valósult meg, és 2016. augusztus közepén kezdődött. Az épületnek a teljes szigetelését oldották meg, fenkolcserék történtek, a radiátoroknak szelepcserék, ugyanakkor megoldották például a nyilászárókoknak is a teljes cseréjét, hiszen láthatjuk, hogy a főépületen az összes ablak és az ajtó cserélve lett. Nem beszélve róla, kaptunk például árnyékolás technikát is, így felkerültek szalagfüggönyök az irodákba, és örülünk annak, hogy a kormányhivatal nem csak ezeket a kötelességeit teljesítette, hanem kérésünkre festés volt, tisztítófestés, parkettázás, és a beruházásokat ezzel kiszélesítették. Azonban nem csak a kormányhivatal épületei újulnak meg sorra, Nyíregyháza is nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére. Nagyon fontos az, hogy egy folyamatról beszélhetünk, hiszen Nyíregyházán az egészségügyi alapellátás területén az elmúlt 4 évben több mint 900 millió forint fejlesztést valósítottunk meg. Hát ennek emblematikus eleme a kisasztéka helyépülete, de messze nem csak erről van szó, hiszen nagyon sok rendelő megújult, és voltak kisebb-nagyobb felújítások ezen kívül is. És ahogy a kérdésben is benne rejlett, ez egy folyamat. Jelenleg is több projektet készítünk elő, több mint 400 millió forint értékben. A teljes igénye nélkül sornék fel néhányat. A Fenyő utcán, a Csillag utcán, a Bokrétó utcán szeretnénk egészségügyi centrumot a hajléktalanok számára kialakítani. Tehát nagyon komoly terveink vannak, és szeretnénk, hogy ez a folyamat nem állna meg. Ez nem csak az egészségügyben dolgozók számára fontos, a betegek is sokkal komfortosabb és hatékonyabban működő épületbe tudnak belépni. A közegészségügynek, az egészségmegőrzésnek és fejlesztésnek kiemelt szerepe van a térségben. Az egészségügyi intézetek sorozatban fejlődnek itt Nyíregyházán is. Közel 1 milliárdos beruházáson vagyunk túl, hogyha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, akkor már a 2 milliárd felé járunk, és ez még csak az első üteme, jön a második ütem, és óriási dolog az, hogy az egészségügy, ugye egy kiemelt területünk, kultúra, szociális terület, családoktatás, sport és gazdaság területe mellett különösen kiemelten kell kezeljük ezt a területet, hiszen mindenki érint. A felújított népegészségügyi főosztály épületének ünnepélyes szalagátvágásán az is elhangzott. A fejlesztések hatására sokkal olcsóbb lesz ennek és a már felújított kormányhivatali épületeknek az üzemeltetése és fenntartása.